Március 21-én újra ütésektől és rúgásoktól lesz hangos Budapest. A tavaly megkezdett sorozatot tovább folytatják. Jön az HFC 08, professzionális ketrecharc rendezvény lesz. Lesz egy címmérkőzésünk 65 kilóban, Molnár Benjamin és Boric Ádám személyében. Ők már egyszer már ütköztek a címért, most egy revansot láthatnak a nézők. Lesz egy külföldi ellenfél 71 kg-ban Furko László ellen, valamint lesznek négyes tornák. Az eddigi átlagos nézőszám az ilyen 1200-1400 fő körül volt per rendezvény. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szám. Ez a szám ez folyamatosan növekszik. A tévéképernyők előtt pedig egyre több néző ül le nézni minket. 10 éve jelen van már ebben az országban is az MMA, mint ketrecharc. Az egy másik kérdés, hogy milyen megítélése volt eddig. A tavalyi év az egy nagyon jól sikerült év volt. Akkor indultunk útjára, nagyon impozáns gálákkal jelentkeztünk, nagyon jó mérkőzéseket tudtak vévni a srácok nálunk. Tényleg azt gondolom, hogy aki hozzánk kilátogat, az megkapja mind minőségében, mind pedig formájában azt, hogy egy jó rendezvényen tudjon részt venni. Ez a mai napig egy nagy munka. Rengeteg klubbal dolgozunk együtt, rengeteg sportolóval dolgozunk együtt, folyamatos egyeztetések vannak, napi szintű kőkemény munka, akár 10-12 órában is. A cél az, hogy egy olyan rendezvény sorozatot, egy olyan márkát hozzunk létre, illetve tovább tudjon menni az útján, ami Európa szinten megállja a helyét. Nem titok, külföldi sémák alapján dolgozunk. Ez mind meglátszik a rendezvényünknek a minőségében, illetve különböző standardek felállításában, vagy akár a sportolóknak a leszerződtetésében is. Korábban ez nehéz volt, mert ugye nem tudták, hogy mit várunk el a sportolóktól, nem tudták a sportolók, hogy mit várhatnak el tőlünk, de rendezvényről rendezvényre bebizonyítottuk azt, hogy igazi jó minőségű rendezvényt akarunk lerakni az asztalra. Lehet, hogy sikerült is.